Levonhatja a munkaidőből a kávé és cigaretta szüneteket a munkáltató, döntött a spanyol bíróság. A lisszaboni központú Galp Energia nemzetközi olajipari vállalat spanyolországi cége, a Galp Energia España már is él a lehetőséggel, és nem számítja bele a munkaidőbe az alkalmazottak kávézással és dohányzással töltött idejét. A munkásbizottságok uniójának szakszervezeti vezetője Mari Cruz Vicent bejelentette, hogy az érdekvédők megtámadják a bírósági döntést, mert törvénytelennek tartják. A szakszervezetek felhívják a figyelmet arra, hogy a döntés egyoldalúan született, semmilyen egyeztetés nem előzte meg a munkavállalói oldallal.